közös karácsonyi ételosztás az elmúlt évtizedekben hagyománnyá vált Nagykanizsán. A résztvevő szervezetek munkatársai és az önkéntesek ezúttal 3 napon át várják a nélkülözőket. Általában 80-90 emberrel számolnak a szervezők, de ha többen jönnek, akkor a felajánlások miatt őket is ki tudják szolgálni. 25 éve osztjuk az ételt minden év, ezeket a napokon, amikor karácsony van. Akkor azt gondoltuk, amikor elkezdtük ezt hagyományőrzés jelleggel elindítani ezt a programot, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy egy tál meleg ételt tegyen ilyenkor, karácsonykor főleg. És nem csak az étel a fontos, hanem megpróbálunk ünnepi hangulatot is teremteni itt, hogy mindenki érezze jól magát itt nálunk ezen a napon, és a következő 2 napon is persze. A karácsonyi menü egy tál húsos káposztából, egy szelet süteményből és egy almából áll, de az önkéntesek távol is kínálják a közösségi házba betérőket. A Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai a kezdetektől örömmel vesznek részt a jótékonysági akcióban. Ez a kezdeményezés ez már nagyon-nagyon régi múltra tekint vissza, most 25 éve már, hogy összefogásban ilyenkor karácsony szenteste 25-26-a napján azoknak az embereknek, akik erre rászorulnak, segítséget nyújtunk. Az elmúlt hónapunk erről szólt, a december hónap a mi intézményünk számára is, hogy segítettünk azoknak, akik rászorulnak, ajándékokkal, csomagokkal, programokkal. Minden ilyen kezdeményezéshez nagyon nagy örömmel csatlakozunk. Az ételosztásra mindhárom nap 15 óra 30 perctől várják azokat, akik egy tál meleg ételre vágynak a szeretet ünnepén.